Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Többször foglalkoztunk vele itt a rádióban, hogy a 90-es évek elején alakult gazdasági társaságoknál egyre komolyabb probléma az utódlás kérdésköre, hiszen egyrészt az utódok nagy része nem biztos, hogy azt az utat szeretné, amit látott a szülei életében, ugyanakkor más lehetőségek is vonzák őket. Mi a helyzet az agráriumban? Ott is probléma-e? Én úgy tudom, hogy igen, az utódlás mint ilyen. Igen, jelentős problémákat okoz nem csak a mezőgazdaság egyéb ágazatában, ugye a mezőgazdaságban is kiemelt probléma a nemzedékváltás, illetve a birtok átadás, illetve annak a továbbadása. A statisztikák szerint, illetve a saját felmérésünk szerint 60-70%-nak megoldott a családon belül az átadása, nem is közvetlenül a saját gyermek, hanem esetleg unoka, vagy éppen a keresztgyerek át tudja venni a birtokot. De hát van ott egy nagyon nagy sáv, az a 20-22%, akinek nincs kimenet. Tehát, hogyha ő abba adja a termést, akkor az örökösök osztozkodnak rajta, aztán szétszintálják, ahogy kell. Mi az oka annak, hogy ott nem tudják ezt megoldani? Őket sem érdekli, más irányba mennek, elköltöznek a fiatalok, nem jönnek vissza. Mi a fő mozgatórugó? A legfőbb mozgatórugó ennek a biztos nem átadásnak, illetve nem sikeres átadásnak részve az, hogy már maga a gyerek látta apjának, a családjának a szenvedését szinte írtózik a gazdaságtól, az egyik része. Másik pedig hát más-más képessége rendelkezik, tehát a genetika nem mindig ugrik át egyből, és hát valakinek az önérzéke óriási, van informatika fele hajlik, van, aki más pályára megy, tehát nem túlzottan vonzó a mezőgazdaság kitettsége. Mit lehet tenni, hogy ezek a gazdaságok, akiknél ez komoly probléma, ez nagyjából egy harmada, ahogy mondod, hogy ott ne szűnjön meg a termelés, mert azért gondolom ez elég komoly problémákat okozhatna, akár az ellátási láncokban is. Ha nézzük a hátrát, akkor 2010 körül 213 ezer regisztrált gazdálkodó volt Magyarországon, mostani számok szerint 163 ezer, durván egy majdnem 70 ezer fővel kevesebb gazdálkodó lett. Ennek van egy oldalága, ami a birtokkoncentrációt jelenti, és hát van persze az átadás, az örökösödési átadás, amiben nem mindig jönnek létre egészséges birtokméretek, hiszen az örökösödnek más céljuk van, nem az, hogy tovább termeljenek. Ez a két fő ok. A harmadik ok az, hogy bizonyos birtokméret fölött nagyon megéri és vonzó a birtok eladása, megvásárlása. Bizonyos birtokméret, ez a 100-100 fektek össze a legrosszabb vétel, ahol nem szívesebb tudnak bevásárolni a levék ezeket a birtokokba. Ebben adódik, hogy a fiatalnak, aki be akar szállni ebbe a dologba, és átesztett létől, át kell vennie minden ingós ingatlan vagyont, illetve annak terhét, hiteleit, és a hitelátadásnál már van egy probléma, és a bankok nem szívesen finanszírozzák meg ezt az átadás átvételt, hiszen egy teljesen gyakorlatlan ember kezébe kerül a birtok, teljesen más hitelbéláti eset alá esik. Mennyire gyakorlat az, hogy mondjuk teszem azt, én örökölnék, vagy az én családomban lenne ilyen, én, aki nem foglalkoztam agráriummal, de mondjuk apám ezt csinálta volna. És akkor én megkeresek mondjuk egy frissen végzett agrár egyetemet végzett fiatalt, akiben ott van a tetrekészség, meg a bizonyítási vágy. Ez működik? Ez a modell, vagy probléma van azzal is, hogy egyáltalán ki az, aki potensen át tud venni egy ilyen üzemméretet? Nagyon sok agráretemen igazából mindig megkérdem az azokat, hogy mi a egyetem után mi a erfele mennek. Egyik út az, hogy átveszik a családot, a másik ez egy érdekes új szituáció, ami az 5-6 éve lehet tapasztalni, hogy egy végzett diákok csoportja, 2-3-4 egykori, vagy akkori jó barátok összeállnak egy pincét, és a gazdával megegyeznek, hogy átveszik a birtokot nem egyből, hanem folyamatába, és például a 100%-os birtok értéket értékelve évi 20%-a fizetik ki a gazdát, és ő így lesz kisebbségi tulajdonban a gazda, aztán végül is a három vállalkozó fiatal lesz a birtok. Ez egy működő struktúra. A fiatal sokkal jobban vonzódnak a digitalizáció felé, sokkal jobb kidesebben beruháznak, tehát felültják a birtokot, és sokkal hatékonyabban teszik a befektetett tőkét, itt a munkát, így hamarabb tudják kifizetni a kreditok teljes összegét. Ez megoldást jelenthet? Ne. Ha ez mondjuk esetleg állam által is támogatva lenne egy ilyen fajta program? Van törvényünk erre a birtok átadásra, eléggé jó széles körbe veszi azt, hogy ki tudja átvenni ezt. Erre elvégzett gyakorlatilag remélem, hogy lesz 2025-ben forrás. Valamennyi forrással támogatják a megvásárló fiatal személyek csoportokat,
illetve a gazda is kap valamennyit, hogy kvázi egy nagyobb összeget, amely kifizeti a nyugdíját, hiszen a gazdák nem nagy nyugdíjárulékkal jelentkeztek be, így aztán elég alacsony nyugdíjakkal tudnak elmenni nyugdíjba. Ez a uniós szubvenció, az állami szubvencióval kiegészítve, ez adban lehetőséget arra, hogy a következő nyugdíj utáni 10-20 évet még egy normális emberi körülményekhez töltsék el. Lehet tudni, hogy az agrárágazaton belül, mert azért az is nagyon széles, hogy melyik az a terület, ahol, hogy mondjam, nehezebb ez az átadás, és melyik az, aminél könnyebb, mert hogy a fiatalok számára is érdekesebb, meg jobb üzletet látnak benne. Hát a legsikeresebb ágazat a számtól, hogy független attól, most asszály vagy nincs asszály, tehát ez mindig egy vonzó, hiszen ha veszük a 360 napot egy évbe, akkor a statikai számítások szerint 150-200 napot tölt el munkával, fizikai munkával a vállalkozó. Ez ad egyfajta rugalmasságot a fiataloknak, tehát nem igényli az áltenyésztés által 0-24-es jelenlétet és munkát a marháknak, biztos értésnek, vagy bármilyen más ágazatban. Hát a szántóföld elsősorban nagyon sikeres, a zöldségtermesztés, illetve valamennyi a gyümölcstermesztés is sikeresnek válik, hiszen ha végrehajtja azokat a fejlesztéseket, kicseri az ültetvényt, vagy más-más technológiát használ, akkor nagyon gyorsan tud sikeressé válni a fiatal növényevő vállalkozó. Földrajzi különbség van ilyen tekintetben, vagy ez egyformán mindenütt gond? Kinyitjuk az ablakot, akkor egész Európában probléma ez, tehát minden egyes ország küzdik ezzel a generációváltással. De még jobban, mint a többi nyugati ország, hiszen pont most elik el ez a 90-es, 90-es közepén, tehát 94-98-ban történt földosztás, illetve az újraosztásban most ezek a gazdák öregednek meg, és lesznek 60-70 évesek. Úgy gondolom, hogy ez Magyarországot tekintve, ahol a magasabb a földérték, tehát a hagyisági lőszáz, vagy Szolnok környéke, vagy Dunántúl, az országhatár mellett, ott mindenképpen vonzó, hiszen sokkal nagyobb értéket lehet felhalmozni. Elmúlt 40 év lehet a maga az impuls ingatlanban, és igen magas értéken kerül birtokba.